Hangmás. A zenekarok szoktak néha ilyet csinálni, hogy fölít meg egy szótárt, és akkor rábejött meg egy szóra. És ha jól emlékszem, az a képmás szó volt, vagy valami hasonló, és akkor abból lett, hogy Hangmás. A Hangmás volt az utolsó zenekar, aki felkerült a kultikus zenei magazin a One Two címlapjára a megszűnése előtt. 2006-ban már eléggé kiforrott volt így a stílusunk, pontosan amiatt már előtte évekig így próbálkoztunk mindenfélével, és 2005 környékén például, amikor megjelent az a Franz Ferdinand album, ami mondjuk rám is tök nagy hatással, és onnantól kezdve lett ez a stílus. Tudom, hogy hol laksz, tartottunk már koncertet az Erzsébet körúton egy kirakatban, tehát ez konkrétan ezt egy ilyen péntek délután kora este, vagy pont most pár hónapja az MR2 akusztikon előadott akusztikus műsorunknak kerestünk egy helyszínt, hogy hova lehetne ezt a hangulatot beültetni, vagy átültetni, és egy striptease bárban tartottuk a koncerteket, rendesen rúdtáncosokkal, művésznőkkel. Szerintem nekik van a legjobb frontemberük egész Magyarországon, vagy legalábbis a legönveszélyesebb bizonyos szempontból. Nagyon régóta várom már azt, hogy egyszer megkapják azt a figyelmet, amit itt csak Budapesten belül kaphatnak meg, mert amellett, hogy viszonylag eredetiek, már kicsit már öregek is, szóval ideje lenne az, hogy végre valaki felfedezze őket, ezért szeretném azt, hogyha minél többen szavaznának rájuk, és végre olyan helyen léphetnének fel, amit ők megérdemelnek.